A hétvége miatt tulajdonképpen július 17-én kezdődik az ítélkezési szünet, de az épületek ez idő után sem lesznek zárva, folyamatosan fogadják az ügyfeleket. Polgári peres eljárásban az ítélkezési szünet tartama a határidőket meghosszabbítja, beleszámít. A polgári peres eljárásban vannak soron kívüli vagy más rövid határidővel intézendő ügyek, ezekben viszont nem hosszabbítja meg a határidőket a szünet tartama, ilyenek például a végrehajtási perek, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti eljárás, a megelőző távoltartás, cég felszámolási csődeljárás, illetve a sajtóhelyreigazítási perek. Van arra lehetőség polgári eljárásban, hogy a felek közösen kérik, a bíróság tekintsen el attól, hogy meghosszabbodjon a határidő a szünet időtartamával. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat, na a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Emellett jól tudni, hogy az ügyfelek milyen ügyekben kereshetik a törvényszék dolgozóit. A kezelőirodák a bíróságon a szokásos nyitvatartás szerint működnek, fogadják az ügyfeleket. Ugyanakkor van változás, az ügyfélsegítő nap tekintetében, bár ugyanúgy tartják a bíróságok az ítélkezési szünet alatt is az ügyfélsegítő napot, mint egyébként, azaz minden szerdán reggel 8-tól 16 óra között fogadják az ügyfeleket. Erre azonban július 1-től már csak előzetes időpontfoglalást követően van lehetőség. Az időpont foglalást az ügyfél vagy a Nyíregyházi Törvényszék honlapján feltüntetett elektronikus címen teheti meg, illetve valamennyi bíróság központi telefonszámán is lehetséges.